Diószegen a kerekasztal konferenciájának részeként első ízben tárták a nagy közönség elé a Dél-Szlovákia nyelvi térképét kutató csoport munkájának eredményét. A tárlat az összegyűlt gazdag képanyag segítségével végigkíséri a felvidéki magyarság nyelvi jogainak visszafejlődését és hullámvölgyeit. Mások voltak a feltételek 1920-ban, hiszen akkor 700-800 ezer olyan magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű lakosa volt Csehszlovákiának, aki nem beszélte az akkori csehszlovák államnyelvet. Egy sokkal demokratikusabb és sokkal szélesebb körű nyelvhasználati törvény volt életben, mint manapság. A Tiszóféle szlovák állam a német kisebbség igényeihez igazították a nyelvhasználati ügyeket. A 45 utáni időszakot egy hihetetlen recesszió jellemzi, ugye a hontalanság éveiben mindenféle nyelvhasználati joguktól is megfosztották a szlovákiai magyar kisebbséget. 48-ban történt meg a mintegy 700 magyar és német település átnevezése. 92-ben született meg 70 évvel az első után az ország második nyelvtörvénye. Egyértelműen a 2009-es Tiszóféle nyelvtörvény volt az a komolyabb negatív fordulat, ami rányomta igazán a bélyegét a nyelvhasználatra. A kiállításon látható a 30-as években használt két nyelv útjelző tábla, amelynek mindhárom darabja 70 év után ismét összeállt, de van a Tiszóféle szlovák államból háromnyelvű intézménytábla, valamint a tárlatlátogatók ismét láthatták a közelmúltban felállított és egy napot megélt kétnyelvű útjelző táblát, de megjelentek a jogfosztottság éveiből származó magyar nyelv használatát tiltó feliratok is. A hontalanság éveiből származó különböző falragaszok, amit minden dél-szlovákiai üzletben kötelesek voltak a tulajdonosok és üzemeltetők kifüggeszteni, vagy például egy losonci hirdetmény, mely 36 órán belüli eltávolításra szólítja fel a magyar felírások, üzleti kiírások és intézménynevek tulajdonosait, és mely még 1000-től 10 000 pengőig terjedő pénzbírságot helyez kilátásba. Az összefoglaló kiállítás a látogatókban is kérdéseket fogalmazott meg. Ugyan kinek ártott az, ha több nyelvű volt egy tájékoztatás. Az imperiumváltás nem biztos, hogy lélekváltást is jelent. Én tudom, hogy nagyon sokan ezt szeretnék elérni, de hát ez nem szokott sikerülni, ez mindig visszaüt. A kiállítás decemberben Farkasdon és Pereden mutatják be, de már több mint 15 település jelezte, hogy szeretné a Fórumintézet kölcsönözni számukra is a prágai Károly Egyetemmel közösen létrehozott vándorkiállítást.